különleges produkciókkal készült a Zsigmond Lala Énekstúdió a fél év záró gála műsorra. A közönség előbb a padlás, majd pedig a Romeo és Julia musical rövidített változatát tekinthette meg a Köfém Művelődési Központban vasárnap este. Montaguk és Capulettek! Vége! Nincs több türelem, nincs bocsánat! Zsigmond Lala, az Énekstúdió művészeti vezetője elárulta, hogy nem véletlenül dolgoznak rövidített előadásokkal. Körülbelül mindig egy ilyen egy óra tíz perces összeállításokat szoktunk csinálni a musicalekből, és ezt szoktuk megmutatni. Azért csináljuk így, hogy ne csak egyet tudjunk így összeállítani, hanem kettő musical is beférjen egy ilyen estére, és hogy minél több gyereknek tudjak lehetőséget biztosítani a szereplésre. A dupla előadás természetesen dupla felkészülést is igényel, a gyerekek pedig ezúttal is kitettek magukért. Ugyanazok a gyerekek szerepelnek mind a kettő musicalben, hetente egyszer van mindenkinek egyéni énekórája, ott készülünk fel igazán egyesével, és hetente egyszer pedig pluszban még összejárunk egy ilyen musical órára, ahol pedig összerakjuk a koreográfiákat, mozgásokat, illetve a csoportos ének részeket is. Akik lemaradtak volna a vasárnapi előadásokról, de szívesen megnéznék élőben a stúdió növendékeit, azoknak jó hír, hogy a következő bemutató szintén a Köfém Művelődési Központban lesz február 16-án és 17-én, amikor az Abigail című produkciót láthatja majd a közönség.